Vidám hangulatban készülnek az ötös iskolás diákok a pénteki Mártonnapi ünnepségre, ez itt már a próbák egyike. Már hagyomány az intézményben, hogy színdarabbal, kézműves foglalkozásokkal és lámpás felvonulással ünneplik a gyerekek a november 11-i Mártonnapot. Ehhez az alkalomhoz számtalan néphagyomány és tradíció köthető, országszerte programokat szerveznek e nap körül. Az ötös iskolában részletesen tanulnak erről a napról a gyerekek. Geiger István például a Szent Mártonhoz köthető legendát eleveníti fel. Tudok egy legendát Szent Mártonról. Azt tudom a legendából, hogy Szent Márton elment egyszer lovagolni, és meglátott egy nagyon didergű, fázó koldust. Ő erre úgy reagált, hogy ketté hasította köpenyét a kardjával, és odaadta felét a koldusnak. Ezért ő a kedvességnek a szentje. Horváth Levente a Mártonnap körüli gasztronómiai szokásokat említi meg. Libazsíros kenyeret teszünk meg, mécsestő készítünk, libát teszünk, megsütjük a libát. Kozsa Olivia pedig egy mártonnapi dalt énekel el, amit pénteken majd a nagy közönség előtt is előfogadni az ünnepi műsorban. Egyél libám, egyél már, nézd a napot, lemegy már, éjfél tájban, 8 órára, esti harang szóra, bim bam bom. Márton napja a karácsony előtti 40 napos bőjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evést-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. A hagyományos mártonnapi lúdvacsora mellé az úgynevezett Márton poharával, vagyis a novemberre éppen kifort új borral is szokás kocintani. 60-ban az udvarház vendéglőben idén is készülnek erre az alkalomra, többféle libából készült ételből lehet majd választani az elkövetkezendő napokban. November 10-től 17-ig lesz mártonnapi libanapok, 3 előétel, 2 leves, 4 főétel és 2 desszerttel várjuk a vendégeket. Szombaton élőzene lesz. A régi időkben Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, és ilyenkor vette kezdetét a téli pihenő időszaka.